részt. A Magyar Jogászegylet 3 éve alakult meg, jelenleg több mint 150 tagja van. Az okleveles jogászok mellett a joghallgatókat is felkarolja az egylet, ugyanis az egyik fő célkitűzés az utánpótlás biztosítása. Nyilas Mihály azt mondja, a részarányos foglalkoztatásnak köszönhetően Vajdaságban is ügyészként, bíróként is érvényesülhetnek azok, akik erre a pályára lépnek. Az egylet rendszeresen szervez szakmai összejöveteleket. A mostani konferencia témája a jog folyamatos változása volt. Az élet is változik, modernizálódik, a szükségletek egyre változnak, és szükséges a szabályozást, a jogszabályokat is megváltoztatni. A konferenciára magyarországi és romániai előadók és résztvevők is érkeztek. Résztvevőket ma már Magyarországról is köszönhetünk, illetve Erdélyből is, mert ugye előadóink Erdélyből jönnek, ezért ők is azért már felkarolnak egy nagyobb számú jogász társaságot, joghallgatókat, és így lassan már Kárpát-medencére is kiterjed a konferenciánk. Kis Júlia kolozsvári ügyvéd a Facebookra feltöltött képekhez fűződő jogokról és a romániai bírósági joggyakorlatról tartott előadást. Mivel a Facebook és a közösségi média használata az nagyon elterjedt manapság, emiatt a képmáshoz való jog sok esetben sérül. Hogy a bíróságok hogyan állnak hozzá, illetve a hétköznapi emberek, meg a közszereplők hogyan viszonyulnak ehhez a témához és ehhez az ilyen típusú jogsértésekhez. A romániai büntetőjogban alkalmazott vádalkuról Balogh Zsuzsa számolt be. Hogyan tudott a vádalkú, mint jogintézménybe beilleszkedni a román büntetőeljárásba, mivel ez egy kontinentális jogrendszer, és ugye a vádalkú az pedig alapvetően az angolszász jogrendszerben megtalálható. A konferenciát követően sor került a Vajdasági Magyar Jogászegylet közgyűlésére Szabadkán.